szabadkai utcabálon finom falatokkal és üdítőkkel kínálták a résztvevőket, a legkelendőbb a lángos volt, a jó hangulat ellenére a vasárnapi voksolást sem felejtették el az emberek. Fontos a szavazás, mert hogy a magyarok ne legyenek annyira lent a padlón. Fontosnak tartottam, hogy minél többen elmenjenek az emberek szavazni, és szavazzanak arra, akit legjobbnak találnak, hogy jobbá teszik, több dolgot tudnak biztosítani a számukra. Ez egy olyan alkalom, amikor dönteni tudunk arról, hogy mit is szeretnénk, kik azok, akiket úgy gondolunk, hogy leginkább a gondolatainkat, a véleményeinket támogassák abba az irányba, hogy jobb legyen az egész szituáció. És hát úgy gondolom, hogy hát mink jó döntést hoztunk már, hát most majd meglátjuk. Természetesen a zene sem hiányozhat egy utcabából. A jelenlevőket különböző zenei stílusú muzsikusok szórakoztatták. Bonfort Ivadar, a VMS szabadkai elnöke, sikeresnek ítéli a kampányidőszakot. Kiemelte, több száz rendezvényen vannak túl. Ezért hálás köszönetem a városi szervezet elnökségének, az összes munkatársaknak, a helyi szervezetek elnökeinek, elnökségeinek és a tagságnak, hogy ezt az ő segítségükkel sikerült megszervezni. Nagyon köszönöm a VMS központi irodájának azt a segítséget, azt a logisztikát, amivel követték ezt az egész kampányt. Nagyon nagy volt az érdeklődés, és hát úgy gondolom, hogy megalapoztuk a sikeres választást, hogy úgy gondolom, hogy vasárnap nem fogunk szégyenkezni az eredménnyel, és nyugodtan tudunk a kampánycsend kezdetén a tükörbe nézni, hogy elvégeztük a munkát, és hogy jól elvégeztük a munkát. A vasárnapi választásokon a VMS köztársasági szinten a 6-os számmal, tartományon az 5-össel, szabadkai önkormányzati szinten pedig a 3-as számmal indul a voksokért.